Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, jöjjön a folytatása a Drifter történetének, és hogy mit akar a Drifter viszont. Ez a történet három szereplőből fog állni. Egyik az a Nine, a másik az a Drifternek a folytatása, és harmadikként fogunk beszélni magukról, a Vanguardról, rólunk, az őrzőkről, a kapcsolatról, a mélyebb sötétségről, olyan mély ezen a ponton most már a lore történet, főleg, hogy beindult az Invitation of the Nine, ugye az új seasonben, a Season of the Drifterre, olyan szinten mélyre nyúlik már a lore történet, hogy nagyon nehéz és nagyon-nagyon sok lenne minden, annyi mindenről kellene külön videót csinálni, ezért összefoglalom nektek a nagy képet legalábbis, is szeretném összefoglalni, hogy hova alakul ez a történet, és mi az, amit a Bungie a Destiny 3-ra, vagy esetlegesen Destiny 2 folytatásra előkészít ezzel a Season of the Drifterrel, az Invitation of the Nine-nal, és mi az, amit sugall a játék, hogy mire készülhetünk, és végül megeshet, hogy maga a Drifter lesz a mi megmentésünknek a kulcsa, és egyszerűen fantasztikusan nagyszerű, hogy összeáll a kép valami olyasmivel, amit úgy mindig is sejtettem, egyelőre úgy néz ki, amit mindig is sejtettem, és hát ja, nagyon-nagyon durva, és nagyon-nagyon érdekes, remélem egyszer kiadnak erről valamiféle hosszabb, mélyebb könyv, tanulmányféleség, egyszerűen az elmúlt 10 év egyik legjobb története ez a Destiny, komolyan mondom. Most ahhoz, hogy megértsétek ezt az egészet, beszélgetnünk kell egy kicsit arról, hogy kiderült, hogy az a nagy valami, amit a Drifter űrhajója után, maga után húz, azt a Nine-tól kapta utólag, ez is kiderült. Az is kiderült most arra már, hogy a Drifter egy bizonyos szintig manipulálni tudja a Taken-t, tehát meg tudja idézni őket, sőt volt úgy, hogy fel is használt egy kisebb Taken hadsereget arra, hogy legyőzön egy kisebb Cabal hadsereget. A lényeg az, hogy valahogyan valamiért tudja manipulálni, és a Nine a Driftert aféle kiválasztottnak tartja, mint ahogy minket is, és a Trial of the Nine játékok az tulajdonképpen azért vannak egy aféle szelekció arra, hogy kit tartanak fontosnak a Nine, konkrétan kit tart fontosnak. Na most, nemrégiben fényderült arra, hogy ki a Nine, illetve hát, hogy ki az relatíve, az inkább a te fordításodban lesz az, hogy ki, de hogy honnan erednek, ugyanis volt egy őrző, aki megszállottan nyomozott arra, hogy hogyan tudott Gaul és a hadserege Destiny 2-ben, ugye, megtámadni úgy az őrzőt, hogy elkerülje a, bocsánat, megtámadja úgy az utazót, a Traveler-t, hogy elkerülje az őrzőknek a figyelmét, a képességeit, és egyszerűen meglepetés támadást indítson. És a végén addig jutott a nyomozásával, hogy kiderült, hogy valószínűleg megeshet, hogy a Nine segített Gaulnak abban, hogy kikerüljék az utazónak és az őrzőknek az érzékeit, és egy meglepetéstámadást indítson. Na de miért csinált ilyesmit a Nine? Na szóval, egyelőre úgy néz ki, legalábbis ez megint csak Lord Tertőben kiderül, hogy a Nine valószínűleg, tehát nem valószínűleg, ők egy ilyen sötét anyag. A sötét anyag részei mindannyiunkban ott vannak, és mindenhol ott vannak, minden galaxisban. Letudhatod fordítani valami olyasmire, mint valamiféle istenségek. És az ő céljuk az, hogy ebből a sötét anyagból, amiben ők léteznek, átjöjjenek egy kémiai, fizikai testbe, ebbe az univerzumban, ami mi vagyunk. Mondhatni, hogy a Nine az a sötét anyag, ami összetartja a naprendszerünket, ugye fizikában számító sötét anyag, és az a Nine, ők ott vannak, figyelni tudnak minket, de nem tudnak interakcióban lépni velünk. Na most, az érdekesség, hogy mégis hogyan tudtak átlépni a fizikai világunkban,
Akkor, amikor még léteztek az Ahamkara sárkányok, ugye az egyik ilyen Ahamkara sárkány Riven, akit legyőzünk ugye a Dreaming City-be végül, mert téken lett. Na most akkor, amikor még léteztek ezek az Ahamkara sárkányok, a Nine megpróbált tőlük ugye kívánságokat kapni, vagyis kívánságokat szerettek volna tenni nekik, valószínűleg arra irányulva, hogy ők ebből a sötét anyagból, amiben ők léteznek, vagy ők maguk a sötét anyag, átjöjjenek ebbe a fizikai testbe, és itt legyenek. Bizonyos technológiákkal ugye nekik sikerült, mivel hogy ugye az őrzők, azok legyőzték az Ahamkara sárkányokat, vagyis levadázták mindegyiket, kivéve Rivent, mert azt Marasov elrejtette, ugye? És nem sikerült nekik meg eljutni oda, hogy az Ahamkara sárkányoktól kívánságokat kapjanak, vagy valósítsanak meg. Szóval cserébe viszont segítettek Golnak, hogy észrevegyék azt, hogy az utazónak a fényét el lehet-e lopni, mert hogyha el lehet lopni, az utazó ugye életet tud kreálni, és hogyha el tudják lopni a fényét, fel tudják használni maguknak azt, hogy önmaguk fizikai testet alkossanak. Na most ez megmagyarázza a Nine-nak a létét. De mindjárt mondom, hogy hol jön a kapcsolat. Ez, hogy a Nine esetlegesen tudhat ilyet csinálni az utazó fényével, az a mi megmentésünket is jelentheti. Hogyan? És ez itt már az én összefüggésem, az én magyarázatom, tehát nagyon nem áll távol, mindjárt mondom. Na most, ahhoz, hogy hogyan segíthet a Nine a mi megmentésünkben, ahhoz meg kell értsük a Drifternek a motivációját. Szóval a Trials of the Nine-nál, annak, akinek megvan a Season Pass, az ugye mindig kap egy ilyen invitation-t, ahol újabb lore történetre kerül a sor, a Drifterrel kapcsolatban is. És a Drifterről kiderült, hogy nagyon is utálja az erőszakot. Annyira utálja az erőszakot, hogy képes ő maga erőszakot tenni az ellen, aki erőszakot akar tenni ellene. És Drifter tudja és látja, hogy mi közeledik. Ugye, milyen veszély közeledik felénk. És viszont azt is tudja, vagyis azt is észrevette, sejti, hogy a fény önmagában nem fogja tudni legyőzni a sötétséget. Vagy azt a valamit, amit mi sötétségnek hívunk. És aminek ő a célja, amit csinál, ami a célja a gambittal, ez úgy néz ki, hogy mi valamiféleképpen ne csak a fényt használjuk, mint erőt, hanem a sötétséget is használjuk, mint erőt. Tehát keverjük a kettőt, és mert a fény és sötétség együtt megy, és egy új őrzőfajt hozhat létre, ezáltal mondhatni, úgyhogy ez lenne az evolúciója, a következő evolúció az őrzőknek, ahol az őrzők nem csak a fény erejét használják, hanem ugyanúgy a sötétség erejét is. Erre azért van példa meg a Destiny lore történetben, mivel léteznek olyan fegyverek, amik a sötétség erejét használják. Na most ezek a fegyverek képesek kioltani ugye egy őrzőt, és képesek kioltani egy szellemet. Miért mondom ezt? Ugye, mikor K6 meghalt, szétlőtték a szellemét. Na most a szellemet nem lehet normál golyókkal megölni, semmilyen sem lehet megölni konkrétan, csak speciális anyagból készült golyóval, és az az, amit kilőttek K6 szellemére, és ez az, amitől K6 meghalt. Mert hogy léteznek ilyen fegyverek Destiny 2 lore történetében, ahol lehetett használni, és véglegesen meg lehetett ölni egy őrzőt azzal, hogy a szellemét elpusztítják. Tehát létezett egy ilyen fajta, és létezett egy olyan fajta, ami konkrétan kitöröl a létezésből. Szóval a Drifternek a célja az, hogy tudjunk használni ilyen fegyvereket, és tudjunk otthonosan mozogni a sötétségben, mivel ugye tudja, hogy mi jön, és tudja, hogy mennyire erős, így aztán ez a célja, és nekünk, mint őrzőnek, kiválasztott őrzőnek, hogyha őt követjük, akkor van egy hely számunkra az űrhajóján, és
tulajdonképpen tovább fejlődhetünk ezen az úton. Akkor most itt jöjjön az én összefüggésem a Nine és a Drifter között. Ugye a Nine odaadta a Drifternek ezt a nagyon nagy valamit, hogy amit húz az űrhajója után, hogy a féle kísérleti helyként használja ugye őrzőket, hogy megpróbáljon minket tovább fejleszteni a nagyobb veszély ellen, ami van, hogy a sötétségnek is az urai legyünk, ne csak a fénynek legyünk az urai. És az, tehát valószínűleg a Nine ezekből a kísérletekből és megfigyelésekből, mert nagyon érdekelnek minket a Nine, az nagyon érdeklődik irántunk, hogy mi hogyan tudunk a fénnyel manipulálni, és hogyan tudunk lenni, hogy ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy a mi fizikai világunkba átjöjjenek. Hogy miért akarnak átjönni, az még nem teljesen tisztázott, de azzal, hogy ők átjönnek ide, az megeshet, hogy mi is át tudunk oda jutni, esetleg egy új formát felvenni ugye ebbe a sötét anyagba, és ezáltal akár elkerülni a háborút, vagy megnyerni a háborút azzal a tudással, amit netán a sötét anyagban szerezhetünk meg. A másik érdekesség ugye, hogy amikor a kis üvecskéket megisszük a Dreaming City-ben heti egyszer, akkor tulajdonképpen az nekünk biztosítást nyújt abba, hogy biztonságosan közlekedjünk ebben a túlvilágban, ahol a sötétségben vagyunk. És ugye az érdekessége az, hogyha ez nem lenne, akárhányszor egy őrző átmegy így a sötétségbe, ahol a téken van, ahol őket harcoljuk, ott a szellemeknek a újraélesztési képessége is nagyon limitált, és ott bármi halálos lehet az őrzőkre nézve. Szóval muszáj valahogyan a sötétséget is a saját előnyünkre fordítani, hogy biztonsággal tudjunk küzdeni, majd hogyha jön a háború, biztonsággal tudjuk használni azokat a fegyvereket esetleg, amiket kifejlesztetünk erre a háborúra. Szóval, hogy és itt lenne a kapcsolat talán, ez már megint csak személyes vélemény, amit esetleg a Bungie előkészíthet, hogy vagy mi át fogunk tudni menni a Nine-hoz, mert már ez is megtörtént, ugyanez az őrző, aki nyomozott Goal és a Nine esetében, ő átment a Nine-hoz, átment egy kapun, mert van egy kapu a Vénusznál, és átment oda, és ott jött rá mindarra, hogy mi a Nine, és mit próbál elérni, és hogy ugye próbálnak átjönni a mi univerzumunkba, ugyanakkor valószínűleg mi is átmehetünk, és hozhatunk onnan tudást egy adott ponton, vagy ők ide jönnek, és valami magasabb céllal esetleg megmentenek minket, de kitől? A sötétségtől, vagy az utazótól? Mert itt jön a következő fordulata az egésznek. Az egész történet afelé mutat, hogy nem feltétlenül az utazó a jó fiú ebbe az egészben. És valamikor régen csináltam egy videót arról, hogy lehetnek-e a szellemek gonoszak, és most ezt egy kicsit tovább fejteném ott, hogy a Drifter egyszerűen elképesztetett. A Drifternek arról is van ilyen, hát nem sejtése, tudása arról, hogy a szellemek nem azok, akiknek mi hisszük őket, mit tudunk róluk, nem tudunk róluk semmit, nem lehet őket megölni, azt hiszük, hogy a saját érdeküket szolgálják, azt hiszük, hogy a mi érdekünket szolgálják, pedig a saját érdeküket szolgálják. És semmi más nem akarnak ők sem, csak hogy közelebb kerülni az utazókhoz, és a maga szellemek sem tudnak többet, mint mi az utazóról, de azáltal, hogy minél több fénynek lesznek a tulajdonosai, annál közelebb kerülhetnek az utazóhoz, és ő, mint Drifter már látott példát arra, hogy egy szellem kioltotta az őrzőjének az életét. És nem, tehát nem tudhatjuk, a szellemek nekünk sugallnak dolgokat, és állítólag a jó útra térítenek, és a jó úton tartanak minket, de valójában a Drifter szerint csak a saját érdeküket szolgálják. És ez egyszerűen elképesztően hihetetlen információ ebből a szemszögből, tekintve az, hogy neki is van egy szelleme, de valószínűleg nagyon nem követi, illetve hát biztos, hogy nem követi a szellemét, mivel egyáltalán nem követi az utazót és a fényt, és minden erejével azon van, hogy ne legyen függő az utazótól és annak erejétől. Megint csak egy kapcsolat jön, hogy a Vanguard az utolsó városnak az őrzői, az utazónak az őrzői, kik ők és mik ők valójában. És a Drifter szerint megint csak, hogy
Valójában ők is gyilkosok, és mi is csak a gyilkolásnak az eszközei vagyunk, mint őrzők, sem jobbak, mint más, mert hogy régen valamikor, amikor a Drifter újra lett élesztve, mielőtt kiutazott volna a nagy pusztaságba és a semmibe, szeretett volna egy békés és nyugalmas életet élni, ezért meghúzódott egy faluba. Aztán jött egy csoport, az Iron Banner, igen, jól tudjátok, az Iron Bannernek a tagjai, és lemészárolták legalábbis, és elvettek mindent ettől a faluból, és lemészároltak embereket. Majd megjelent a Vanguard, és felajánlotta a védelmet ezeknek az embereknek, de ugyanúgy cserébe mindazért, amiük volt ezeknek az embereknek, és itt látta a Drifter azt, hogy mindegy, hogy melyik oldalon állsz, veszíteni fogsz ez az egész, és ezután döntött úgy, hogy kimegy, ugye, és megtalálta a monolitot, és amit meséltem az előző videóban, annak, aki látta. És megint csak felteszem itt a kérdés, hogy valóban a jó cél szolgáljuk mi? Valóban a jó érdekét szolgáljuk? Én komolyan úgy gondolom, hogy nem. Viszont talán úgy néz ki most már a történet, hogy mi az utazót szolgáljuk. Az utazónak saját érdeke van és célja, de nem az, hogy a jólétet biztosítsa annak a fajnak, ahol ő kiköt. A sötétség pedig mondhatni azt, hogy a természetes ellenfele, akármi is legyen, az a sötétség, a természetes ellenfele, és ugye valószínűleg a tékent és sok-sok más erőt használ arra, hogy amit az utazó ellen fordíthat, és egyelőre megeshet, hogy nyerésre áll. És nekünk, mint őrzőknek csak az annyi lenne a dolgunk, hogy már ne kövessük az utazót, ne kövessük a fényt, hanem tanuljunk meg mind a két dimenzióban mozogni, a sötétségben és a fényben is, azért, hogy tanuljunk meg ott élni és kimaradni ebből az egész harcból, ami következik valószínűleg majd a Destiny 3-ban, vagy Destiny 2 további folytatásokban. Egyelőre így néz ki ez az egész. Ez a videó, amit itt csináltam, ez összefoglalója rengeteg lore történetnek, tehát rengeteg ilyen lore történetek, rengeteget is lehetne még beszélni róla, apróságokról, részletekről, amik egyszerűen elképesztek a Destiny 2 univerzumban, és hát ja, itt tartunk egyelőre. Megeshet, hogy Zavalát már nem kéne követni, és a Drifterre kellene hallgatni. Megeshet, hogy a Nine az velünk kísérletezni akar, hogy ők ebbe a fizikai világba is megjelenjenek, de ezáltal lehet, hogy mi is át tudnánk oda hozzájuk menni, és esetleg megváltást találni. Lehet, hogy nem harcolni kéne az utazónak és a sötétségnek, vagyis hát ők vívják meg a harcokat, de minket hagyjanak ki belőle. A harmadik pedig ugye nem kéne a Zavalát, ezt mondtam, hogy nem kellene Zavalát követni, mivel hogy az emberiség állított, tehát megint csak a Drifter szerint az emberiség halott. Nincs már esélyük. El fog tűnni az emberiség. És ezt kinek köszönhetünk? Kinek köszönhető? Az utazónak. Annak a technológiai fejlesztésnek, amit kaptunk tőle, az lett az emberiség végzete, az lett a bukás, az lett az első aranykor vége, és most megint csak ott tartunk, hogy ha a sötétség beéri az utazót, megint csak bajba kerül, és ez az utolsó város az már semmi más, csak törmelék, és az emberiség elveszett, és mi nekünk még őrzőknek a Drifter felajánl egy utolsó helyet a hajóján, egy megmentést arra, hogy ebből élve kiossunk, mert valószínűleg túl kicsik leszünk mi ahhoz, hogy ezt a harcot megvívjuk, és végre talán rátérni egy helyesebb útra, mert jelen pillanatban semmi más nem csinálunk ugye ebben a naprendszerben, csak más fajokat ölünk, és más fajokat fosztunk ki mindattól, amiük van, mert hogy, és természetes, hogy harcolni próbálnak ellenünk, ugye, és megesett ugye, hát a Hive-nak persze kell az utazó technológiája, megeshető az utazó mindezeknél a fajoknál valamikor volt, és ugyanezt adta nekik, és ugyanezt a végüket jelentette, de függővé váltak a fénynek az erejétől, és úgy gondolják, hogy az a megmentésük, bár a Nine is úgy gondolja, hogy az ő megmentésük abban, hogy ebbe a fizikai világba kerüljenek, az a fénynek a technológiája lenne, és most, hogy tudjuk, hogy a fényt el lehet lopni,
Most, hogy ezt tudjuk, ezzel még valószínűleg vár némi érdekes történet, de egyelőre ez a kérdésem hozzátok, hashtag macskabugyó, ha eljutottál eddig, ez a kérdésem hozzátok, kit követsz te, a driftert és a drifter való elméletet, vagy az utazót és az utazóról való elméletet, hogy ő a jó fiú ebbe az egész történetbe. Melyiket követette? Nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, további videókért, sziasztok!